hányadik zarándoklatod ez? Az első. És miért jöttél? Azért, mert körülbelül negyedikes korom óta vágyok erre, mert az egyik barátnőmnek a testvére volt, és ő ajánlottam, azt mondta, hogy nagyon jó, meg nagyon jó a társaság, és emiatt. És milyen tapasztalataid vannak? Eddig nagyon tetszik, nagyon jó a közösség, lelkiekben is nagyon feltöltődő, és kezdem azt érezni, hogy amiért elindultam, az kezd így beteljesülni. Mi eddig a legjobb élményed? Az, hogy a barátaimmal lehetek, meg Istenhez kicsit így közelebb kerülhettem, úgyhogy ezek. Sziasztok, srácok! Nem szeretnénk feltartani titeket a pakolásba, főleg, hogy úgy látom, hogy késésbe vagytok, hanem sokára indultok. De itt aludtatok kint? Igen, mi már ilyen rutinos zarándoklók vagyunk, és mi mindig sátrazni szoktunk, így sokkal közelebb érezzük magunkat a természethez, és könnyebb reggel felkelni a hideg levegőn. Milyen zarándokolni? Hát az idei zarándoklat eddig mindannyiunknak nagyon tetszik, ha mondhatom úgy. Nagyon sok az új ember, és emiatt nagyon könnyen tudunk ismerkedni, új arcokkal találkozni, és ez ad egyfajta új frissességet. Miért jöttetek? Igazából a közösség miatt. Ez egy nagyon-nagyon új élmény. A közösség, a híd gyakorlása, és ez egy kaland szinte. Úgyhogy minden része egy kaland. Persze, amit Krisztián is elmondott, meg Gréti is, ez nagyon sokat, nagyon hatalmas, nagy motiváló erő a közösség itt is, meg ez tényleg a hitetnek egy olyan gyakorlása, amit az évben ugyanúgy nem tudsz megélni ilyen szinten, és egy hatalmas egy kihívás egyébként, de izgalmas ennek ellenére, és közben tehát szellemi és testi elfáradás is, de közben meg a közösség miatt egy feltöltődés mellette, egy esténként összeülni, beszélgetni, úgyhogy nagyon sokféle indok van, amiért ide el lehet jönni, és én nagyon élvezem. Meg annyi, hogy nagyon-nagyon sok impulzus ér, szóval pont azról beszéltünk, hogy egy nap, itt körülbelül egy hét, mert annyi mindenki jön, megy itt az életedben. Rengeteg emberrel beszélgetsz, akiknek a nevét sem tudod, és soha többet nem is fogod látni, annyian vagyunk, de annyi emberrel lehet megismerkedni, és elbeszélgetni egy-egy 20 percet, hogy hihetetlen, és hatalmas nagy izgalom és kaland. Én 8 éve vagyok zarándok, 2014-ben voltam először, egy-két próbanapra jöttem akkor még. Az idei legszebb élmény, meg legjobb élmény az szerintem az első nap volt. 42 000 lépést tettem meg, úgyhogy szerintem ez egy éni rekord, és ennek nagyon örülök. Plusz emellett volt még egy akatisztos, ami egyébként egy ritka szertartás, és örülök, hogy részt vehettem rajta. Ahogy a többieket is kérdeztétek, azért vagyunk itt, mert közelebb vagyunk a természethez, és speciál nekem itt nincs szükségem ébresztőre, tehát mikor kell fel a nap, akkor automatikusan az emberi szervezet is elindul, és fel kell. Úgyhogy olyan 5 óra körül kényelmesen fel lehet kelni. Így lehet menni útrenyére is, úgyhogy nekem ez egy felemelő érzés minden egyes zarándoklaton. Lépésről lépésre haladunk, és ima céllal, ahogy haladunk egyre közelebb a célhoz, úgy az ima szándékba is, és akkor így ez megfogott, és eljöttem. És így első zarándoklatként milyen élményeid vannak? Teljesen jó így elsőnek. Mi a legjobb élményed eddig? Mi az, amit kiemelni? Talán az így az első vecsernyét, így az volt, ami így teljesen így elragadott magával. Neked mi a legjobb élményed? Hát talán az, hogy ilyen könnyen lehet igazából barátokat szerezni, hasonló gondolkodású emberek közül. Többen is mondták már, hogy itt könnyű barátkozni. Miért lehet ez? Hát mert mindenkinek hasonló a célja, hogy itt mindenki olyan életre törekszik, aminek a végén hát örök élet felé halad, amit így egy iskolába, így nem biztos, hogy ezzel foglalkoznak pont így a tínédzser kor közepén, és akkor itt szerintem ezért van az, hogy így valamennyivel könnyebb hasonló embereket találni. Nem érzem magamat kevesebbnek attól, hogy mondjuk 4 vagy 5 órával kevesebbet nyomtam a telefonomat, és ez így jó érzéssel töltött el. Úgyhogy szerintem ez pozitív benne, hogy ugye igen sok helyen mobil internet vagy ilyesmi sincsen, és egymásra vagyunk hagyatkozva, tehát inkább az emberrel beszélgetünk itt offline, mint hogy online mondjuk az Instagramot vagy a Facebookot pörgessük. Én évek óta járok, és nekem fontos az, hogy az év folyamán, itt nyáron egy kicsit lelkileg is feltöltődjek. Az idei évben ilyen szempontból más, de viszont hát a Mária Pócs Istenszülő Szűz Mária, hát sok-sok csodát tesz az életünkben, számomra is nagyon sok csodát tartogat és tett eddig, és amikor egy lány és egy fiú mennek Mária Pócsra, akkor úgy gondolom, hogy valamilyen szempontból az Istenszülő Szűz Mária
áldása kísér minket is, és azt, hogy most izzadság, vagy por, meg meleg, meg stb. Hát ezek ilyen járulékos dolgok, de a lényegi dolog az mégis ott a lélekben van, és talán mondhatom, hogy mindannyiunknak a lelkében ezek a folyamatok kellenek, élelődünk, és ezek ilyen finom csiszolások, mint a gyémánnak. Én csak tegnap tudtam csatlakozni, és nekem kemény volt a tegnapi nap, és akkor így ezért tartotta bennem a lelket, hogy már csak 3 kilométer, már csak 2, már mindjárt ott vagyunk, miközben le is égtem, de igazából ez az első év, hogy igen, így közösen jövünk, de azért mindig más közösen megtenni az utat, támaszkodni egymásra, mint egyedül, és hát izgalmas azért. A társaság nagyon fullas, mindenki nagyon jó fej, és otthon érzem magam. Jövőre jönnél? Igen, természetesen, mindenféleképpen, ki nem hagynám. Ha van olyan barátod, aki nincs itt, biztos van olyan, és meg szeretnéd győzni, akkor mi az a 3 dolog, amit itt kiemelnél, vagy hogyan próbálnád meggyőzni, hogy jöjjön? Természetesen elsősorban szerintem a társaság, tehát az, hogy mindenki közvetlen, mindenki mosolyog, és mindenkit áttölt Isten szeretete, ez az első. Másodiknak én azt mondanám, hogy a papokkal való kapcsolat az mennyire fenomenális, tehát hogy itt megvan az a közvetlen, baráti kapcsolat mindenkivel. Harmadiknak pedig az, hogy van egy közös cél, amit közösen érnek el a zarándokok, mindenki beletesz mindent, úgy gondolom, és hát hiába fárasztó, de megéri. Nem túl komoly dolog ez a zarándoklat? Hogy látjátok ezt? Szerintem pont ez a különlegessége, tehát hogy pont ez adja meg a varázsát, hogy kicsit kitörhetünk a megszokott hétköznapokból, és tényleg nem véletlen az, hogy itt úgy töltődünk fel lelkileg, meg olyan lelki feltöltődést kapunk, amit máshol nem szerezhetünk meg, és ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mi úgy menjünk haza, ahogy, tehát kicserélve lényegében. Megéri komolynak lenni, mert vannak azok a pillanatok, amikor arra van szükség, és az adja át igazán azt az érzést, amit úgy mind a 300-an akár érzünk, hogyha mindenki komoly, egy kicsit mindenki elcsendesedik, mindenki a másikra figyel, vagy befele figyel, és nem a bohóckodás megy, és persze annak is megvan a varázsa, amikor tényleg egy kis vizet fröcskülünk a másikra, amikor megy a nevetgélés, hangosan éneklünk, és nem feltétlen tényleg nem a Mária énekeket, hanem a mai slágereket, és mindenki bekapcsolódik, és akár 300 fiatal énekel egyszerre, tehát szerintem ez hidegrázós élmény. Mindaz, amikor megy a nevetgélés, mindaz, amikor megy a komoly elcsendesedés együtt. Ebben is erősítjük egymást. Amíg liturgiák itt vannak, az, hogy tényleg, amit említett Luca is, egyszerre énekel 300 fiatal, férfiak, nők egyszer, annyira gyönyörű, annyira sokszor megható akár, meg kikapcsolni egy hétre a mobiltelefont, az szerintem egy olyan érzés, hogy most egy kicsit elszakadok a külvilágtól. Számomra például olyan volt, mintha egy hétre eljöttem volna egy Happy Landbe, vagy nem tudom. Tehát ugye szürke hétköznapokból már idézőjelesen szürke, de így teljesen egy más élmény, és nagyon jó. Honnan hallottál róla, és miért jöttél? Nekem ezt a papum ajánlottam, hogy ezt a rendezvényt, szóval én a véget tőle hallottam. Én nagyon kedvelem ezt az embert, és ő mondta, hogy ez egy tök jó lehetőség, lelkileg is tudok fejlődni spirituálisan is, és nagyon sok jó embert megismerhettem. Szóval gyertek srácok, világi berkekből is, ez nem csak full vallásos embereknek szól az a helyzet, mindenki tanul belőle. Maga az zarándoklat szerintem egy olyan spirituális dolog, ami mindenkin segít, mert végül is az egész életünk során egy úton járunk, csak képletesen, most meg fizikailag is, és akkor ezt szerint tudunk kontemplálni azokat a dolgokat, amelyeket nem biztos, hogy feldolgoztunk eddig magunkban. De fel kéne, mert a batyunkban rengeteg kis kavics van, és ezeket a kavicsokat, hogyha nem tesszük le, akkor csak így gyűlik, és egy idő után már összerogysz, és nem mész tovább. Szóval ezért fontos. Egyedül jöttél? Full egyedül. Mit mondanál azoknak, akik nem annyira vallásosak, hogy ők is eljöjjenek, mondjuk ha 3 dolgot kiemelnél, vagy milyen gondolatokkal tudnál meggyőzni valakit? Én egyébként nemrég tértem meg, én 3 hónapja vagyok egyébként katolikus, az a nagy helyzet. Nekem is úgy jött ez a dolog, hogy úgy éreztem, hogy valami hiányzik az életemből, és akkor elkezdtem keresni, és akkor ez is egy kvázi lépcsőfok annak a keresésnek, annak az útkeresésnek, hogy mizum erre hány méter, hogy ki lesz a Miki az életbe.
egy jó 10 év múlva, 15 év múlva. És én ezt mondanám az embereknek, hogy ez egy remek alkalom arra, hogyha nem is vallásos alapon, de legalább önismeretet tanuljanak. Ez az egyik. A másik, hogy rengeteg jó embert tudnak megismerni, ez a másik. A harmadik pedig az, hogy ezzel egy olyan jellegű kultúrkörvésbe tudnak csatlakozni magában a görög-katolikus egyházban, ami hatalmas nagy hagyományokkal is rendelkezik. Nincsenek kilugozva a szentek, rengeteg gyönyörű freskó, gyönyörű ikonnal rendelkezünk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert hogyha az ember szereti a szépet, a kultúrát, magát, már akkor azért megéri, még hogyha nem is hisz ezekben a dolgokban. Tényleg egy hihetetlen közösség van. Itt nem kell, hogy ismerd a másikat, nem kell, hogy beszéljetek két-három szót, akkor is kedvesen fog hozzád fordulni, segíteni fog. Tényleg amilyen van, abból adni fog azonnal, még csak kérni se kell nagyon sokszor. Úgyhogy talán ez az egyik. Illetve tényleg az, hogy az úton együtt haladunk, és mindannyian egymást segítjük, és egymást támogatjuk, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó érzés, mikor évvégén visszagondolok arra, hogy lehet, hogy az ország másik végén lakik valaki, de abban a pillanatban ő nagyon-nagyon sokat adott nekem. Úgyhogy hátrányban pedig talán azt tudom említeni, hogy kicsit kevés alvás szokott jutni nekünk, és így azért fárasztó tud lenni, de egy jó cipővel a vízhólyag elkerülhető, úgyhogy nincs akkora probléma. Én mindig azért jövök az rándoklatra, hogy egyrészt még közelebb kerüljek magamhoz, a Jóistenhez, és ezáltal a másokhoz is. Megérkezni az valamilyen hatalmas és nagyon felemelő érzés, és egyben megható is. Amikor sok 10 kilométer után megérkezünk Máriapósra, mindenki a saját kihívásaival és problémáival, meglátni a templom tornyait, az valami nagyon-nagyon megható érzés. Azt mindenkinek saját magának kell átélnie. Aztán kinterülni is nagyon nagy buli, meg ez az esténketi beszélgetés, ez valami fenomenális. És még az is nagyon jó, hogy konkrétan bárkihez hozzászólunk, szinte mindenki szeretettel fogad minket, kedvesen, érdeklődően, és egyáltalán önmagunkat tudjuk adni. Most ápoltak le, ugye? Igen. Két helyen is? Igen, két helyen. Az egyik helyen a cipő terte fel a lábam, a másik az pedig egy vízhólyag. Tavaly is voltak ilyen sérüléseid? Hát tavaly nem, mert tavaly nem gyalogolt. Tavaly előtt? De tavaly előtt volt, igen. Minden évben van, de egyre kevesebb. De hogyha minden évben vannak fájdalmaid, akkor miért jössz mindig zarándokolni? Mert ezek a fájdalmak elenyésző fájdalmak ahhoz képest, amennyit ad a zarándoklat, úgyhogy abszolút megéri a vízhólyag. Mert mit ad? Rengeteg barátot, lelki feltöltődést, nyugalmat, végig tudom gondolni az elmúlt egy évemet, meg kicsit előre tudok gondolni a következő évemre, úgyhogy most államvizsgázni fogok, meg szakdolgozni, úgyhogy úgy éreztem, hogy muszáj itt lennem. Nem unalmas az zarándoklat, hogy minden év ugyanazt csináljátok, ráadásul ugyanaz a cél? Nem, mert minden évben ad valami pluszt, valami többletet. Minden évben nagyon jó érzés beérkezni Máriapócsra, de sosem ugyanolyan, úgyhogy mindig változatos. János vagyok, szenvedélybeteg, drogfüggő és alkoholista. Én így szoktam bemutatkozni.
2004. decemberében pihentem a nappalimban, és arra ébredtem, hogy templomba kell mennem. És római katolikus vagyok, és egy évben egyszer a szüleimmel karácsonykor az éjféli misén részt vettünk. És elmentem a római katolikus templomba, a kis fiamat a feleségem az ölébe vette, akkor lehetett levente 2 hónapos körülbelül. Beültünk az autóba, és elmentünk a templomba, és akkor a gondviselés velem volt, nyitva volt a templom. Beültünk a padsorba, és az oltárnál Gáspár Mátyás atya megjelent, ő volt akkor a plébános atya. Én oda mentem hozzá, valamit beszélgettünk, nem tudom meg, nem emlékszem rá, hogy mit beszélgettünk, valamit beszélgettünk, adott egy telefonszámot, és utána kerestem a Mátyás atyát. És a lelki beszélgetések során mondtam Mátyás atyának, hogy letettem a cigarettát, és próbálok nem dohányozni. És azt mondta, hogy van egy lelki gyakorlat Máriapúcson, szenvedélybetegeknek. Okos volt Mátyás atya, mert nem azt mondta, hogy drogfüggőknek, leszoktató és alkoholistáknak, hanem megerősítés abban, hogy ne dohányozzak. Mert azért én akkor nem ismertem még fel azt, hogy én drogfüggő vagyok és alkoholista. Van egy ilyen leszoktató lelki gyakorlat, és ugye, hogy már több hónapja nem dohányzom, menjek el erre a lelki gyakorlatra. És én úgy jöttem ide, úgy emlékszem, a májusi lelki gyakorlaton vettem részt, az körülbelül olyan 15 évvel ezelőtt volt. És hát nem sok mindent tudtam a lelki gyakorlatról, ezekről a vallásos dolgokról, de valami megfogott, nagyon jól éreztem magam. És az mindig nagyon szerencsés volt, hogy senki nem mondta nekem azt, hogy ne drogozzál, és ezt ne csináld, azt ne csináld. Itt tanultam meg azt, hogy szabad nekem. Tehát én szabad akaratomból eldönthettem azt, hogy szeretnék-e használni, vagy nem szeretnék használni. És mérlegre tudom tenni azt a dolgot, hogy mit jelent az, hogy amikor használtam azt az életet, és mit jelent ez az élet, hogy tisztán, józanul élni az életet. Amikor idejöttem, akkor azt mondtam, hogy pont egy olyan időszakom volt, amikor nem dohányoztam, nem drogoztam, és nem is ittam alkoholt. És ezt a 3 szenvedélyt egyszerre próbáltam letenni. A Titkó István atya, a lelki gyakorlat vezetője, akkor azt mondta nekem, Jánoskám, nem lesz ez sok egyszerre. Hát az egóm azért nem kicsi, és azt mondta, ne, hát ez én nekem nem probléma, majd én megcsinálom. Hát egy óriási visszaesés lett belőle, egy közel 6 hónapos száraz, józan időszak után visszaestem, és elég súlyosan, tehát újra dohányoztam, alkoholt fogyasztottam, és újra a drogokhoz hozzányúltam. Azt eldöntöttem, hogy amikor eljöttem az első lelki gyakorlatra, hogy bármi fog történni, visszajövök a következő lelki gyakorlatra is. És volt olyan, hogy úgy jöttem lelki gyakorlatra, hogy kábítószert használtam az idefelé vezető úton, akkor az már a többszöri lelki gyakorlatom volt, de itt soha nem használtam is. Valami megfogott, nem tudom megmagyarázni, hogy mi, hogy én nekem ide vissza kell jönni. És azóta én jöttem a lelki gyakorlatra. Az igazi változást az alkohollal kapcsolatosan az 2006. október 6-án nagyon csúnyán berúgtam, és nagyon csúnyán viselkedtem, a mai napig is szégyellem magam, olyan dolgokat tettem, és akkor másnap, amikor felébredtem, és a feleségem szembesítette azzal, hogy mit tettem, akkor ott sírtam, ahol senki nem látott. Elbújtam egy ilyen kis garázsszerűbe, és ott úgy mélyről felkiáltottam, hogy én ezt az életet nem akarom tovább, és bármi történjen, de én soha többet nem akarok alkoholt inni, mert az nem én vagyok, amikor alkoholt fogyasztom. És én azóta nem iszom alkoholt. De a lelki gyakorlatokra visszajárok. A eltelt 6 hónap, még utána, miután letettem az alkoholt, eltelt 6 hónap, amíg még kábítószereztem. És egy lelki gyakorlatról mentem innen haza, egy februári lelki gyakorlatról 2007-ben. Nem tudom, mi történt itt. Nem éreztem semmi különöset. Én úgy éreztem, hogy ugyanolyan lelki gyakorlat volt, mint az előzőek. De ami kábítószerhez, vagy kábítószerrel összefüggésben otthon volt, ópiumpipám, malmom, tehát ezek a felszereléseim, ezeket mindet összeszedtem, a maradék kábítószert, ami otthonot is beledobtam a kukába. És én azóta nem használtam kábítószert. Én 15 éve járok erre a lelki gyakorlatra, a 15 év alatt talán 2-3 nem tudtam eljönni, de akkor is valamilyen úton akadályozva voltam, és nem úgy jöttek össze a dolgok, hogy el tudjak jönni. Szerintem ez tényleg olyan, mint egy nagy család. Lehet rájuk számítani, hogy bármikor bármi problémám van, bármelyik szenvedélybeteg társamat, vagy itt hozzátartozót is, ha felhívom telefonon,
teljesen mindegy, hogy mikor hívom, a napnak melyik szakában, fel fogja venni a telefont, és meg fogja hallgatni azt, amit mondani szeretnék. Az, hogy mit fog mondani, ezt a Jóisten majd ő súgja neki. De az biztos, hogy afelé fognak terelni, hogy ne használjak. Én nem tudom, hogy enélkül a közösség nélkül képes lettem volna megtartani több mint 13 éve a józanságomat és a felépülésemet. Tehát én nekem nagyon sokat ad a közösség, és nagyon sokat ad az a légkör, az a feeling, amit Máriapócsomat. Én láttam itt csodás gyógyulásokat. Láttam olyan embereket, akik eljöttek ide Máriapócsra több évtizedes alkoholizmus után, és nem tudják megmondani ők sem, hogy mi történt, de több mint 10 éve nem iszik alkoholt. Lehet, hogy én is megkaptam ezt a kegyelmet az első itt létem után, mert majdnem 6 hónapig sikerült nekem nem használnom, de én nekem az volt az utam, hogy vissza kellett esnem, meg kellett küzdenem a felépülésemért. A kábítószertől való szabadulás, az tényleg, az csoda volt, mondom. Innen hazamentem, és nem tudom, mi történt, egyszerűen én azóta nem használom a kábítószert. Amikor Isten segedelmével idejöttem, akkor én se hittem abba, hogy ennek bármilyen jó folyamánya legyen, mert előtte 12 alkalommal voltam elvonón, különféle pszichiátrián, addiktológián, stb. És én tényleg test és lelki roncs voltam, amikor itt betaszigáltál, meg leraktad a szokmokomat, és gyakorlatilag nem is fogtam fel különösebben, hogy hova kerültem. De itt olyan szeretettel fogadtak, annyira is tápoltak, támogattak, megöleltek, hogy szerintem hát kegyelmet kaptam. Mert utána nem kellett szednem gyógyszert. Nem voltak elvonásos tüneteim. Nem túlzok, hogyha nem kerülök el ide, akkor lehet, hogy intenzív osztályra kerültem volna az én állapotomban. És hát a Pócsi Szőzsanya bebizonyította, hogy még az én hitetlenségemen is átlépve, hogy sikerült. És ebbe ez a fantasztikus szeretet, a légkör, az, hogy az idejött emberek közül szinte mindenki már elvesztette a hitét abba, hogy kijózanodhasson. Ez valahogy megérint mindenkit, aki ide kerül. Nagyon jó. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen jó. És az a saját bőrömön, illetve társaim bőrén tapasztalom, hogy igenis vannak csodák, és igenis el kell hinni, igenis át kell engedni magunkat ennek a fantasztikus erőnek, érzésnek, és le kell tenni a kételkedést. Amikor már olyan állapotba kerül valaki, mint ahogy én ott voltam, ott én már letettem a fegyvert. Ez nem az én érdemem. Szóval ebben nekem azt hiszem minimális szerepem volt, hogy én kihozanodhassak. Én nem tettem szinte semmit, csak hagytam magamat. Úgy lettem erős, hogy gyenge voltam, és ez jelentett nagyon sokat, hogy elengedtem magam. Én már beláttam akkor, hogy nekem a szerepem az semmi. Én már nem tudok ezen változtatni. És ezen csak Isten tud. Meg a közvetítő, a szűzanya, aki felfogott a kötényébe. Én elestem. Láttad, hogy ott már végem volt. Kevesekkel esik ez meg, hogy sikerüljön. És hogy józan lettem, nem száraz, nem ilyen összeszorított foggal csinálom, nincsen bennem sóvárgás. Nem is nagyon, nem jut eszembe. Én tudatosan gondolok arra, vagy juttatom eszembe, hogy alkoholista vagyok. Életem végéig alkoholista maradok. Soha egy kortyot nem ihatok. Aki így kezdi, hogy majd ő belőle egyszer szociális ivó lesz, az nagy tévedésbe és csapdába kerül.
mert az visszaesik. Ezt ápolni kell. Én járok csoportba Pesten is, a kék keresztesekhez. Ide vagy kétszer nem tudtam eljönni édesanyám miatt, mert őt ápoltam, de ide rendszeresen eljövök, foglalkozom ezzel a dologgal, beszélek a sorstársaimmal, tettestársaimmal, ahogy hívom őket, mert ez nagyon fontos, hogy eljusson hozzájuk, hogy azért van remény, van szabadulás. Én úgy szoktam bemutatkozni, hogy Erika vagyok, és én vagyok a kakukk tojás. Nem iszom, nem dohányzom. Én a férjem halála után kerültem ebbe a csoportba, és azóta szeretettel jövök vissza. A férjem halála után egy hónappal kaptam ezt a lehetőséget. Egy ismerősöm szólt, hogy itt van egy lelki gyakorlat, és azt mondta, hogy szerinte nekem erre szükségem van. Úgyhogy én mikor a kapuba beérkeztem, akkor mondták meg nekem, hogy én egy szenvedélybeteg csoport lelki gyakorlatára fogok jönni, és hogy így álljak hozzá a történethez. És olyan jó embereket ismertem meg, hogy örülök, hogy ezt a lehetőséget nekem az Isten megadta, és hogy ide jöhettem, és itt lehetek. Nagyon hirtelen halála volt a férjemnek, én nagyon zavart és egy félelmi állapotban voltam, nekem 3 gyerekem van, és rettegtem, hogy van-e bennem annyi erő, hogy a jövőben én a gyerekeimet el tudom látni, és fel tudom őket nevelni. És valószínűleg ettől a félelemtől szabadultam meg első alkalommal. Nem igazán emlékeztem arra az időszakra. Körülbelül egy hónap úgy nagyjából ilyen lebegési szinten volt az életemben. És az első alkalommal, amikor ideérkeztem, pont egy papoknak tartott lelki gyakorlat volt bent a templomba, és mi bementünk. És nem tudom, hogy mi történt ott, de én nekem olyan volt, mint amikor a szenvedélybetegek azt mondják, hogy megszabadulnak, vagy felszabadulnak. Én onnantól kezdve emlékszem. Világosan emlékszem arra 3 napra, amikor itt voltam, és onnantól kezdve szinte mindenre emlékszem. Az előtte lévő rész az életemben, az homályos. Tehát arra nem nagyon emlékszem. Emlékszem dolgokra, de nem mindenre. Onnantól kezdve tényleg egy tisztult állapotban voltam, lehet ezt mondani. Akkor éreztem azt, hogy igen, biztos, hogy fogom tudni én is csinálni, hiszen vannak itt társak, akik ugyanilyen félelmekről beszélnek. Az övék kicsit más, mint az enyém, de ugyanazoktól félnek, és az én félelmemet én ott le tudtam rakni. Távol is vagyunk egymástól, de mégis közel. Én, akikkel napi kapcsolatban vagyok, legjobb embereket ismertem meg. És bármikor ide visszajöttem, hiszen én egy időszakot kihagytam, amikor nem tudtam jönni, az első alkalom után, tehát a második alkalom úgy fogadtak, minthogyha akkor találkoztunk volna előtte való nap. Olyan szoros kapcsolat van itt az emberek között, amit máshol nem tapasztaltam meg, csak itt. Tehát sehol máshol nem éreztem ilyen szoros köteléket emberek között, ahogy tudják egymást segíteni, ahogy tudnak odafigyelni, nem megítélni, hanem elfogadni. És ez nagyon fontos. Én ezt egy csodának éltem meg, de láttam és hallottam embereket, akik itt voltak, és utána visszajöttek, és azóta találkoztam velük, hogy ők igenis csodát éltek itt meg, mert le tudták rakni a saját terheiket, szenvedélyüket, és azóta jól és működő életet tudnak élni. Itt Máriapócson, ebbe a csoportban én ezt tapasztaltam meg, ezeken a lelki gyakorlatokon. Igen, van csoda. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.